Captain, this fine young lady could use our help. Hoo-ah! Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is... Suck my dick. Valentine. It's Jill. Do I make you horny, baby? Do I? Are you fucking kidding me? Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. But we need help. My men cannot do this alone. Shit! All right. I'm in. A few moments later... I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. Thank you, Jill. Fucking gross. Feltételezem, hogy most azok, akik látták az összefoglaló videómat és már a játékkal is játszottak, azt várják tőlem, hogy önelégült pofával azt mondjam, hogy én ám szóltam előre. Igen ám, de ez egyrészt túl egyszerű volna, másrészt meg mellőzne mindenfajta objektivitást, úgyhogy inkább lássuk, mivel is van dolguk. Az irányítás teljes mértékben megegyezik a tavalyi Rezi 2-ével, és ahogy az előző részben említettem, itt van a Dodge is, amit az R1-jel húzhatunk elő, és ha tökéletesen időzítjük, akkor rövid időre aktiválódik a Bullet Time, ami alatt Nemesis és minden más ellenfél is teljes mértékben kiszolgáltatottá válik a támadásainknak. Ez elsőre igencsak jól hangzik, de szerintem eléggé kontraproduktívra sikerült, ugyanis attól a pillanattól kezdve, hogy ráérzünk a megfelelő időzítésre, még hardcore módban is nevetségesen egyszerűvé válik a játék. Véleményem szerint sokat javított volna a hangulaton, ha meghagyják a második rész azon megoldását, ahol a kést és a különféle gránátokat szúrhatjuk az ellen testnyílásaiba a szabadulásunk érdekében. Ehelyett, ha elkapnak minket, aktiválódik egyfajta quick time event, ami megint csak teljesen feleslegesen került a játékba, mert konkrétan egyszer sem sikerült kiszabadulnom a zombik szerető öleléséből, függetlenül attól, hogy milyen gyorsasággal és erősséggel kloffoltam az X-et. Eltűntek továbbá az írógépszalagok is, így bármikor menthetünk, ha van egy royál a közelben. Ez viszont haszontalanak tűnhet, ugyanis a játék automatikusan generálja és menti a checkpointokat, ezzel is megszabadítva minket azon kellemetlenségtől, hogyha meghalunk, akkor az utolsó manuális mentési pont után minden egyes feladványt és tárgyat újra meg kelljen oldanunk, avagy fel kelljen venni. Az elmondottak azonban csak az Inferno fokozatig fizetnek, ahol már deaktiválódik az autoszave és egyéb más nyalánkságok is várnak ránk. Gondolom így szerették volna gyorsítani a játékmenetet és taktikázásra kényszeríteni a kedves játékost a második rész feladványokkal teli lassú játékmenetéhez képest. Jó szokásomhoz híven ingyen és bérmentve elárulom, hogy nem ajánlatos szétszpemelni a Dutch gombot, ugyanis könnyen a visszájára fordulhat a dolog, és ahelyett, hogy kikerülnénk a zombikat, elég hamar a fogaik között végezhetjük húszcafatként, és itt van néktek még egy furcsaság. Nem tartozom azon bolondok közé, akik az első sikertelen próbálkozás után a falhoz vagdossák és megtapossák a kontrollert, hogy aztán annak a maradványaival kelljen folytatnom a játékot, sőt, betegesen vigyázom a dolgaimat. Talán éppen ezért pislogtam nagyokat, amikor kimondottan a boss fightok alatt igencsak késve vagy egyáltalán nem reagál Jill, főként újratöltésnél, avagy fegyverváltásnál. Maybe she's born with it. Maybe it's cock. It was at this moment that she knew. She fucked up. Az idő nagy részében Raccoon City utcáin és az azokra kapcsolódó keskeny és gyéren világított sikátorokban fogunk krúzolgatni, de várnak ránk olyan zárt terek is, mint a helyi kórház, egy föld alatti labor, vagy a rendőrös béta verziója. Don't even think about doing anything, motherfucker! Okay. Az eredetihez képest itt a nyílt utcai részek nagyon kicsinek tűnnek, és sokszor lesz olyan érzésünk, hogy egy laboratóriumi patkán módjára futkározunk egy Z alakú labirintusban, ezzel szemben amint zárt térbe lépünk, rögtön aktiválódik a hamisítatlan rezi hangulat, és a torkunkban fog dobogni a szívünk. Legnagyobb sajnálatomra nagyon kevés eredeti helyszín lett rebootolva, azoknak is csak inkább egyes részei, mint például ez a krétával összefirkált flaster,
A toronyóra esetében kizárólag az épületet láthatjuk kívülről a hozzátartozó térrel, a benzinkútból csak a cégtábla villan meg. A parkos rész pedig teljes egészében ment a kukába, leszámítva ezt a berendezést, amivel annak bejáratát nyitottuk, de jelen esetben a kristályok behelyezésével csak különféle tárgyakra tehetünk szert. Arra viszont kíváncsi volnék, hogy ki és főleg mikor rakta le keresztben a főút közepére ezt a tűzoltóautót. It wasn't something spiritual. It happened. Extraterrestrial contact took place. Attól függetlenül bent vagy kint tartózkodunk, grafikailag ugyanazt a szintet hozza a játék, mint a második rész. A textúrák élesek, minden egyes tárgy és karakter a lehető legrészletesebben van kidolgozva és megjelenítve, még egy alap PlayStation 4-en is. Ami engem lenyűgözött, azok az árnyékok voltak, amik rengeteget dobnak a hangulaton és vadállatul néznek ki, továbbá a tűz szerintem jóval élethűbb a második részhez képest. Bár nem számottevő, de miközben Carlos Santanával szántottam a rendőrös folyosóit, felső emeleten észrevettem, hogy a zavaró tükröződés ugyanúgy megmaradt, sőt, itt olyan a talaj, mintha 15 centi magasan állna rajta a víz, amiből homokbuckák kukucskálnak kifelé. A karaktermodellek többségét ugyanúgy egy az egyben áthozták a Resident Evil 2-ből. Ugyanúgy összefuthatunk Nosferatu-val, a retrofinkes Mike Chee-vel, Whoopi Goldberg-el, Tracy Chapman-nel, avagy általános iskolán gondnokával. A kutyák dizájnja nekem viszont kissé elnagyoltnak tűnt, és a mozgásuk az eredetiben is tapasztalt rendszertelenséget juttatta az eszembe. Igen, igen, hallom már a bekészített kákán is csomót keres a paraszt kezdetű moralizálást, de van itt valami, ami ettől jóval fájdalmasabb, mégpedig áldozataink lebutított elhalálozási rituáléja. Míg a második részben az ellenfelek rongybabák módjára már-már festőjen gyönyörű módon estek pofára, vagy fordultak át tereptárgyakon, miután megkapták a kegyelemdöfést, addig itt úgy csattannak a talajon, mint a menzás szakácsnő által tányérunkra csapott krumplis tészta, avagy a pajeszik beszívott haverunk, aki a blackout előtt még utoljára az ég felé mutat. Azon pedig szó szerint kiakadtam, hogy az erőszakból jócskán visszavettek. Headshot esetén még mindig rohadt befőtt módjára robbannak el a kobakok, de szándékosan már nem tudunk senkit megcsonkítani, és teljesen mindegy, hogy miből kap két tárat a tért kalácsába. Ugyebár a 99-es verzióban azért lett butítva a karakterdizájn, hogy az engine képes legyen nagyobb mennyiségű ellenfelet megjeleníteni a képernyőn, és ha itt ugyanezért lettünk megfosztva morbid vágyaink kiélésétől, akkor csúnyán kibasztak van. Az esetek 99%-ában 5-nél több élőhalott nem tartózkodik egy időben a képernyőn, leszámítva a kórház előcsarnokában véghez vitt tömegmészállást, de ami még furább, hogy míg a kettes remake-ben a hullák többsége majdnem minden helyszínen ott marad, itt egyszerűen fogják magukat és óvodás orjukán képződő takonybuborék mintájára szétpukkannak, majd elfolynak a Resident Evil 4. Itt van nekünk aztán ez a farkastorkú versenyparipa, aki az eredetiben jóval félelmetesebb, teljesen véletlenszerűen bukkan fel, hogy az antréjával belénk fagyaszthassa a szart. Itt meg az elejétől a végéig scriptelt minden egyes szereplése. Sajnos egy percig nem kell tartanunk attól, hogy a balonkabátja mélyén egy sarok mögött a gusztusos hátsónkra polírozza a bohócot, és majd a tenyeréből veti ránk a végterméket, közvetlenül utána pedig önmagát. Pontosan tudni lehet majd, hogy mikor fog megjelenni. A másból nem, hát a bal felső sarokban az autoszévikomból. Már elsőre gyanús volt a történet, úgyhogy a második végigjátszásnál szándékosan nem mentem el bizonyos helyekre abszolválni az ottani teendőket, hanem szépen nekiálltam fosztogatni és nézelődni kint az utcán. Guess what? Egyszer nem jött elő. Akkor fog csak megjelenni, amikor az egyik helyszínről át kell mennünk egy másikra, és amikor Carlost irányítjuk, még csak nem is fogunk találkozni vele. Mr. X-hez képest így nemhogy kevésbé dinamikus, hanem ultimate vajas kenyér ez az ínyes bohóc, hisz miután Mr. X-et aktiváltuk, nincs az az Isten, hogy az a rohadt KGB szökevén ne szállna ránk, ha meglát, avagy meghal, és állandó jelleggel ott van bennünk a félsz, mert halljuk, ahogy a súlyos lépteivel jár folyosóról folyosóra, szobáról szobára, csak azért, hogy bürésíthesse zsenge testünk. Látszólag lófogáltárs viselkedésének, avagy bármi másának frissítésére sem szánt sok időt a csapat, hisz az előszeretettel osztogató csicskalángosai, a semmiből rohanásba csapó lassú sétálása, a váról indított rakéták, ahogy a csápjainak használta már az eredetiben is jelen volt, így ezek esetében csak a külcsínyen javítottak. Ami viszont újdonság, hogy pókembert megszégyenítő módon tud elénk ugrani és megtapadni falakon, avagy kapukon, és a zombikba ágyazott parazitái segítségével tudja azokat kültös kaláccsá alakítani. Ezen tetvek aztán jócskán megkeserítik majd az életünket, hisz nem elég, hogy gránát vagy rakéta hiányában pontos fellövéssel lehet csak őket likvidálni, de egy bizonyos távolságon belül még alánk is nyalnak, ami szintén nem tesz jót az egészségállapotunknak.
Tudom, hogy már sokszor utaltam rá, de képtelen vagyok elfogadni a tényt, hogy ebből a vaddisznóból nem hoztak ki többet, és csak is forgatókönyv szerint hajlandó megjelenni. Szerintem mindenki fasza elsült volna már csak a puszta tudattól is, hogy a nyílt terepen bárhol ránk támadhat, ahogy tette azt az eredeti játékban, és ezen esetben konkrétan azt érzem, hogy a készítők lelkük és gyomruk legmélyebb bugyraiból felhúzott túrhával köptek pofon arra várva, hogy megköszönjem neki. Ez az érzés pedig csak tovább fokozódik a boss fightoknak köszönhetően, amelyek szintén a rossz vicc kategória alsó határát súrolják. Az már milyen, amikor standard módban elsőre szétvágod nemeziszt? Se halál, se diszkréten kattanó üres fegyver, semmi. Csarnok elsőre, success bazd meg. Ilyenkor azért felmerül bennem a kérdés, és órákig nem hagy nyugodni, hogy a Capcom a játékosok melyik csoportjának szeretne ezzel kedveskedni. Azoknak a ficsúroknak, akik soha nem játszottak rezi játékokkal, de képesek végigtolni a Doomot PS4-en vagy Xboxon mezei kontrollerrel, Nightmare fokozaton elhalálozás nélkül? Nem hiszem. Azon PC-seknek, akik javar és stratégiai játékokkal tolják, és idegen számukra ez a műfaj, ám lehet, hogy a fizetett hype-nak köszönhetően bevállalják? Tuti nem. Nyugdíjas retrogémereknek, akik gondban vannak, ha négynél több gombot kell használniuk? Ez se valószínű. Akkor kik azok, akik miatt már majdnem teljes mértékben elveszett a kihívás a modern játékok többségéből? Megvan. Azon lófasz jóskák csoportja, akik a livestream keretein belül kamatoztatják apu borotva tükrében begyakorolt, jaj, de megijedtem és beszartam arcot, amit a hú, ez de nehéz volt, és de milyen jól megoldották megnyilvánulásokkal véletlenszerűen kombinálnak, plusz a mellüket korzetbe gyömöszölve és az arcodba erőszakolva Super Bowl kompatibilis minket felvonultató manga királynőknek, akik napi 36 órában a kurva Persona sorozatot könnyeztetik, de most itt az új Resident Evil toljuk meg a nézettséget bohócoknak. Nincs az az ember, akinek ez a játék kihívást jelentene még akkor sem, ha egész tetves életében csak a Mortal Kombat-tel játszott very easy beállításon. Ha pedig mégis, akkor nagyon, de nagyon rossz híreim vannak számára. Igen, 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 már hallom, már így zúgnak a fülem mellett, most jönnek azok a dumák, hogy ott a Nightmare és az Inferno fokozat is kisköcsög. Na igen. De egyrészt nem vagyok olyan elmebeteg, hogy díjazzam a létrák alján véletlenül rám támadó puhatestűeket, és nem ez is sem lesz kiszámíthatatlanabb, sem félelmetesebb, és nagyobb kihívás sem fog jelenteni. Na jó, talán egy kicsit, ugyanis Nightmare és Inferno fokozaton millisekundumra pontosan kell dodge-olni, különben együttéstől elfáradunk örökre. Ettől függetlenül az elhalálozások nagyobb részt a tetve zombiknak köszönhetőek, ha pedig Nemezisnek sikerült lecsapnia, az csak is azért volt, mert két sarokkal korábban rosszul mértem fel a távolságot, és ezek a buzeránsok összeharabdáltak. A gyógyításra szánt kotányi fűszerkeverék pedig egy tőlem jócskán távol eső láda mélyén pihent. Minden egyes végigjátszást a játék pontokkal honorál, amit aztán elverhetünk a shopban különféle cuccokra. Első nekifutásra standard módban 4,5 óra alatt abszolváltam utatván úgy, hogy teljes mértékben szétbalfaszkodtam az egészet. Megpróbáltam minden nem ellenséges NPC-t megkéselni, fejbe lőni, majd körbejártam és felvettem, amit csak tudtam. Második nekifutásra 2 órát lefaragtam belőle, harmadiknál újabb 25 percet, és most, hogy ezeket a sorokat gépelem, a 6. végijátszásnál tartok, 4. nappal azután, hogy készhez kaptam a játékot. Tehát ha valaki 3-szor végigtolja mondjuk assist, és még 3-szor standard módban, avagy 6-szor standard módban, lesz elegendő pontja ahhoz, hogy megvehesse a végtelen lőszerrel operáló gépkarabét, és hozzá azt az érmét, ami megnöveli az általunk okozott sérülést. Innentől pedig, ha betartjuk a kellő távolságokat, akkor szemrebbenés nélkül gyilkolhatunk mindent, ami mozog és a mi valagunkra bájázik. Az érmék esetében viszont ügyeljünk rá, hogy állandóan magunknál tartsuk őket, különben szart sem érnek. A megvásárolt fegyverek és tárgyak benne lesznek a ládában, tehát nehézségi fokozattól függetlenül új játék esetén az egyetlen kihívás az lesz, hogy eljussunk a metróig, ahol aztán magunkhoz tudjuk venni azokat. Innentől aztán létjogosultságát veszti a tolvajkulcs és a kínai fogó is, hisz a tolvajkulcssal ajtókat nem tudunk kinyitni, mint az első részben, és ott, ahol kell, a játék magától odaadja. A kínai fogó pedig nagy részben olyan ajtókat nyit meg, ahol opcionálisan felvehető tárgyak találhatóak, és csak a shotgun felvételéhez elengedhetetlen, plusz egy ajtó kinyitásához, ami mellett meg ott fityeg a falon. Micsoda feladvány. Eldobom az agyam. A shotgunnal együtt. Ja bocs, azt már fel se veszem. Az eddig felsoroltak alapján úgy tűnhet, hogy Resident Evil 3 egy félre sikerült gyengécske próbálkozás, ami csak nem is szórakoztató, de ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Számomra a legnagyobb problémája az, hogy míg leplezetlenül élősködik a tavaly megjelent Resident Evil 2 sikerein és erényein, addig attól szükségtelenül gyorsabb, ám negyed annyira se tartalmas.
A játék állandó jelleggel fogja a kezünk, és soha nem hagyja, hogy sokat időzzünk egy-egy feladvány felett, vagy akár szándékosan is elveszünk egy kicsit Raccoon City utcáin, bár ahogy korábban említettem, nem is volna nagyon hol. Azt akarja, hogy mindig egy általa megszabott helyen legyünk, ne nézzünk vissza, csak menjünk előre, ez pedig egy idő után idegesítővé válik. Innentől pedig rajtunk játékosokon múlik, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel, ugyanis a hibái ellenére van a játéknak egyfajta leírhatatlan varázsa, és nem arra gondolok, hogy annyira szar, hogy már jó. Engem személy szerint foglalkoztatnak olyan kérdések, mint hogy végig tudom-e játszani úgy, hogy csak kést, vagy csak gránátot használok, vajon le tudom-e röptükben lőni a kutyákat, esetleg ki tudom-e lőni a taknyot egy zombi orrából anélkül, hogy az arca megsérülne. Oh, hell no! Le tudok-e még faragni 15 percet az időmből, vagy három fejlődés után még hányszor kell lágyékon lőni áldozatunkat ahhoz, hogy végleg elpatkoljon, és erre keresve sem találhatnánk jobb játékot. Jaj, van felesleges 3 órám, mit csináljak? Told végig a Resident Evil 3 remake-et sokkolóval. Sokkolóval, hasonfekve tükörből. Tárcsővel a szomszéd erkélyéről. És még folytathatnám a sor. Nagyon tetszett, hogy van a játékban humor, és a karakterek időnként poénos egysorosokat dobálnak, amik teljesen természetesen hatnak, sőt, megkockáztatom, hogy az adott helyzetben bármelyikünk ugyanezt mondaná. One at a time, take a number. Azon a ponton pedig hangosan felrögtem, amikor Brad Vickers komor arcára egy golyó segítségével sikerült véletlenül mosolyt csalni. Egy szó mint száz. A Resident Evil 3 remake-je nem elég szar ahhoz, hogy leköpködjük, de ahhoz sem elég jó, hogy istenítsük. Egy jó játék elkészítésénél édeskevés kizárólag a külcsínre és a tökéletes irányíthatóságra törekedni, minden mást pedig elhanyagolni, hisz hosszú távon ez egyenes út a bukáshoz. Nemesisben jóval több van, mint amit beletettek, és nekem úgy tűnt, mintha nem is egy játékot játszanék, hanem egy filmet néznék arról, hogy játékfejlesztők egy csoportja megpróbálja a hőnszeretett cégének múltját átírni. Lenyűgöző látvány, de kissé kényelmetlen érzés. Az egyszeri fogyasztónak pedig az lesz a legkényelmetlenebb, amikor szembesül a játék árával. 59,99. Ezt is csak azért meri elkérni a Capcom, mert takarózhat azzal, hogy a lemezen ott van a Resistance is, ami többségünket teljes mértékben hidegen hagy, de nélküle valószínűleg nehezen tudnák elkerülni a nyilvános kivégzést. Ahogy már párszor említettem, az én véleményem felső körökben nem oszt, nem szoroz, de a másik oldalon a felső körök a magunkfajta kis emberek révén maradhatnak fent, és ha Capcom így folytatja, akkor a Monster Hunter és a Devil May Cry nem fogja feltölteni a frigót, és befizetni sem fogja a lakbért, nem beszélve arról, hogy könnyen a Konami mellett találhatja magukat a süllyesztő mélyén. Resistance-szal vagy anélkül, tehát a lemez tartalma nem ér többet 39,99-nél, még zsír újon sem. Aki tehát még nem vette meg, annak azt tanácsolnám, hogy várjon vele 1-2 hónapot, és addigra szerintem már kézzel 30 euróért simán beszerezheti, addig meg nyugodtan pörgesse végig hardcore-on a Resident Evil 2-t. Ennyi lett volna a Resident Evil 3 remake. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! You can do well with the... Fuck! You wanna do...